1980-ban születtem, 2 évesen költöztünk haza családommal Németországból. Németországban születtem, Erfurtban. Mindkét szülőm ott dolgozott abban az időben, egy ilyen országok közötti megegyezés alapján. Ők német tanárok voltak, édesapám időközben meghalt, ő is kint németet tanított, és édesanyám is. 2 évesen költöztünk haza Németországból, és itt Bonyhádon élek azóta. Itt jártam általános iskolába, akkori 2-es számú általános iskolába, illetve az első 6-osztályos gimnáziumi képzésre, ide a Petőfi Sándor Evangélius Gimnáziumba 1992-től 98-ig ide jártam. Úgyhogy akkor már kapcsolatba kerültem a gimnáziummal, azóta gyakorlatilag nem sok időt töltöttem távol. 98-ban a szüleim hatására elkerültem egyetemre, német nemzetiségi szakot végeztem Pécsett, a Pécsi Tudományegyetemen. Majd 2003-ban, akkor még ugye volt katonaság, hazakerültem Bonyhádra, és polgári szolgálatot teljesítettem szintén a gimnáziumban. Hát itt többek között órákat is adtam, egyet-kettőt, portán dolgoztam, felújítottunk, lambériáztunk, számos dolgot csináltunk. A kollégiumba is besegítettem, kollégiumi nevelői feladatokat is elláttam. Tehát gyakorlatilag az intézmény minden szegletét ez alatt, az idő alatt megismertem. És 2004 óta dolgozok, mint középiskolai német tanár a gimnáziumban. Később a Szegedi Tudományegyetemen elvégeztem az angol főiskolai képzést, illetve a kiegészítő mesterképzést pedig a Pécsi Tudományegyetemen ismét. És hát az édesanyám sváb származású, édesapám pedig székely, tehát ilyen 50-50-ben vagyok székely-sváb, de a bonyhádi kötődésem és a nagymányoki, édesanyámék általi kötődésem miatt a svábság, a bonyhádi svábságnak az élete mindig meghatározó volt számomra. Így történt az, hogy 2010-ben Köllerné Koch Ilonka felkérésére a bonyhádi német önkormányzatban is elkezdtem tevékenykedni. Részben, mint ilyen külsős bizottsági tag, részben meg, amikor Kréling Dani bácsi lemondott, akkor a német önkormányzat tagja is voltam. És azóta igazából most 8 év eltelt, azóta bizottsági tagként segítem a munkájukat. És hát innen ered, ugye minden összefügg, ahogy polgármester asszony is szokta mondani. Vele akkor jól megismerkedtünk, és 2014-ben ennek hatására a magyarországi önkormányzati választásokon is elindultam, és ott megválasztottak képviselőként, úgyhogy 2014-es év óta képviselőként is dolgozom itt Bonyhádon. Tavaly ugye átvette a Magyarországi Evangélikus Egyház a fenntartást, így lett ez a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola, és ennek tagintézmény vezetőjéként Andorka Gábor igazgató úr felkérésére úgy döntöttem, hogy én ezt elvállalom most. Az igazság, hogy ezt a ilyen felkérést, hogy pályázok erre a pozícióra, már 2-szer az életemben megkerestek ezzel, amikor elutasítottam. Úgy gondoltam most, hogy eljött az idő arra, hogy kipróbáljam magam. Pár éve elvégeztem a közoktatás vezetői képzést is. Nagyon izgultam attól, hogy megszakad a kapcsolatom a gyerekekkel, tehát én nagyon szeretek tanítani, és igazából egy pedagógus jól érzi magát a gyerekek között, hát ilyen vagyok én is. Ettől féltem egy kicsit, hogy nagyon megszakad ez a kapcsolat. Ugye töredéke órája van az embernek, és mindenféle mással kell foglalkozni, de azért valamilyen szinten megmaradt, tehát ennek örülök. És hát akkor rengeteg más feladat pedig csatlakozott ehhez. Amikor ide kerültem, ugye fel kellett mérni először is azt, hogy milyen állapotban van az iskola. Tehát itt elmaradtak bizonyos szintű felújítások a sok év során, amit most utólag pótolni kell. Gondolik itt arra, hogy nyáron már bádogos, felmérte a terepet, elkezdett dolgozni időközben, beázások vannak az épületben, ácsnak is lassan jönnie kell, táblacsere program megtörtént. Tehát a Magyarországi Evangélikus Egyház rengeteg pénzt költött az intézményre már a nyáron. Tehát igazából a rendszer működtetése egy fontos, hogy a oktatási feltételek adottak legyenek a kollégák számára, és minden igényüknek megfeleljünk, és a legjobb környezetben tudják tanítani a gyerekeket. A másik pedig hát a munka szervezése, mint az ütemterv és ezzel kapcsolatos dolgok, de hát kapcsolattartás itt a pedagógia szakszolgálattal, a gyermekjóléti központtal, a szülői szervezettel,
neki kell állnunk alapdokumentumokat átnézni, ezeket minden évben fel kell újítani bizonyosokat, mint például a pedagógia programot, vagy a helyi tantervet. Tehát valóban sokrétű feladatkör, ami nyilván mindig kiegészül olyan dolgokkal, amire az ember nem is számít. Tehát első tanítási napunkon például becsapott kétszer a villám az épületbe, ledőlt egy kémény, elment az internet, tehát ilyenekkel is minden nap foglalkozni kell. Ezek a akut helyzetek rendszerint megtalálnak minket. Tandorka Gábor igazgató úr egy valamilyen szintű önállóságot vár el tőlem, nyilván, hogy itt menedzseljük a dolgokat, jól haladjon az oktatás, de alapvetően a felkérése is azért talált meg részben engem, mert szerette volna nyilván a gimnázium és az általános iskolai közötti kapcsolatot erősíteni, illetve az önkormányzattal a kapcsolat miután nekem van, tehát hogy ezt is megerősíteni, és ilyen mértékben ezt kibővíteni. Hát a legfontosabb számomra a családom. Most augusztus 22-én megszületett a harmadik kislányom, azaz van egy lány, fiú, lány, Emilia, Flórián és Eliza, és a feleségem jelenleg Gyesen van, otthon van velük, és hát ővelük töltök minden több időt, amit iskolán kívül tehetek, mert nem szeretném, hogy hátrányát szenvednék annak, hogy ennyi helyen plusz munkát végzek, és hát igazából szerintem a család az a megtartó erő, amihez az ember mindig visszakapaszkodik, hogyha életben olyan dolgok történnek, amik nem jók például.